Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket és hallgatóinkat a vidékünkről magyar nyelvű adásunkban. A Pancsvai Regionális Rádió és Televízió műsorát követhetik a következő 20 percben. Ezúttal is készültünk riportokkal, beszámolókkal, rövid hírekkel. Szeptember 8-án újra felcsendültek a magyar nóták és a csárdások. A víve vitkai vetélkedőre került sor Torontálvásárhelyen. Szeptember 8-án a művelődési otthon nagy termében újra felcsendült a magyar nóta. 28. alkalommal került megrendezésre Torontálvásárhelyen a víve Magyar Nóták és Csárdások Fesztiválja. A rendezvényt Kovács Elvira, a köztársasági parlament alelnöke nyitotta meg, aki biztató és szép szavakkal méltatta a vajdasági nóta rendezvényt. A Torontálvásárhelyen, vagy hogy tetszik, Debellácson névről évre gyönyörködhetünk abban, amit az énekesektől, de ugyanakkor a szerzőktől is kapunk. Tehát a víve, a vitkai vetélkedő valójában az önazonosság tudat erősítésén dolgozik a zenével és a magyar nótával, illetve Vitkai Gyula hagyatékának a továbbadása, újabb és újabb szerzemények, ugyanakkor szerintem a közönség legalább ennyire élvezi a gálát, és a föllépőket, akik különböző érzelmeket adnak át nekünk, és mi mindannyian gyakorlatilag részt veszünk ebben. Egy pici szomorúsággal töltött el a szervezőket az, hogy kevesebb föllépő volt, de ugyanakkor ők viszont, hogy is mondjam, bátran vállalták azt, hogy akkor akár több dalt is előadnak nekünk, így mi nem lettünk szegényebbek, sőt szerintem még több érzelmet és pozitív akaratot kaptunk tőlük. Petár Visnyicski, Antafalva község elnöke is biztató szavakkal méltatta a víve fesztivált. A nóta énekesek az új szerzeményeket adták elő. Az idei vitkai vetélkedőn 9 új szerzemény csendült fel. Az idei víve fesztiválra amatőr énekesek nem jelentkeztek. Megcsináltuk ezt a 28. fesztivált is. Mondhatom, hogy nagyon sok gondunk volt vele. Mire összeállítottuk a képet, addig mindig valaki kilépett belőle, úgyhogy több alkalommal kellett, hogy dolgozzunk ezzel. A végén mégis egy kicsit hiányos lett, de hát itt a nézők mondanák meg legjobban, hogy hogy vannak megelégedve. Én, hogy néztem, mert ugye én sem láttam a produkciót, csak most kompletva. Először én elégedve, őszintén mondva elégedett vagyok mindaz mellett, hogy illetve mindaz a mellett, amin keresztül mentünk, és hogy kénytelenek voltunk az idén ezt megcsinálni.
Torontálvásárhelyi Magyar Nótai Csárdás Fesztivál nem csak a Vajdaság és a Kárpát-medence magyarjait csábítja, hanem a tengeren túlra szakadt torontálvásárhelyek is gyakran a zenei rendezvény idejére időzítik a szabadságukat. Kovács Antal Ausztráliából érkezett haza. A rendezvényre új szerzeményekkel is benevezett. Második díjazott lett a szövegírók kategóriájában a Debellaci Nóta című szerzeménnyel. Elsősorban nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a fesztiválon, a szülőfalomban, ezen a színpadon. Az én nótám is felhangzott, sajnos csak az egyik, mert a másik nem jutott ide. Szóval ide jutott, csak nem volt, aki elénekelje. Jó, nagyon jó. Nagyon meg vagyok elégedve. A torontálvásárhelyi Rácz János minden víve fesztiválon és művelődési eseményen jelen van. 1996-tól, amikor az első víve vitkai vetélkedő meg lett tartva, azóta rendszeresen kísérem. Rendszeresen, szinte minden évben megnéztem, és örömmel tölt el ez, hogy vannak még mindig, akik vidékünkön, környékünkön ápolják a magyar nótát, a magyar zenét. A közönség mindig szeretettel fogadja a torontálvásárhelyi Szúnyog Tibor szerzeményeit. Harmadik díjas lett a Gyere Prímás magyar nótával. A fesztivál szervezésében is kiveszi a részét. A fesztiválbizottság most a vide után tovább kell vigye ezt a fesztivált, Vajdaság szerte kell vigye, fellépni minél több helyen. Már csak azért is, hogy toborozni a fiatalokat, meg valahogy a magyar nótát újból feléleszteni az emberek körében. Mert ez hiányzik. A magyar nóta az egy külön fogalom, bár is én szerintem. És a magyar nóta az megmond mindent. Ugye az ember a gondolatait, az érzéseit kibírja fejezni ilyen formában. Vitkai Gyula dédunokája, Vitkai Kutsera Ágota, aki minden víve fesztiválon felcsendíti nagyapja legismertebb nótáját. A vitkai családot a fesztivál névadójának unokája, Vitkai Kutsera László is képviselte. Hát nagyon örülök, hogy megértük a 28. életévet. Remélem, hogy lesz még alkalom elérni a jubileumot is, a 30-at. Hát mit mondjak? Nekem nagyon tetszett az idei és a tavalyi verseny is. Nagyon jó zeneszámokat választottak ki. Na most az a baj, hogy nagyon kevés énekes jelent meg. Volt, aki le is mondta, úgyhogy ez kicsit olyan krízis valami. Én vezetem a statisztikát minden szinten, úgyhogy rendeztem én minden évben az újságcikkeket, fölvételeket, hangfölvételeket, vagy újságcikkökből a fölvételeket, ez mind rendezve van, és hallgatjuk, nézzük. Csak mondom, azért sokkal több szólista volt, úgyhogy nagyobb volt a választék. Első díjas szerzemény lett Juhász Gábor komponálásában a Tópartján című szerzemény. Zeneszerzője és szövegírója is Juhász Gábor, Szabó Dékány Zsófia adta elő. A szövegírók kategóriájában első díjas Beretka Szénási Eszter, a Tulipános Kisláda című csárdás. Szabó Dékány Zsófia zenésítette meg, Lapcsovics Jovica és Szabó Dékány Zsófia előadásában csendült fel. A legjobb előadót is díjazták. A zsűri és a közönség díját is egyértelműen Szabó Dékány Zsófia érdemelte ki. Először is nagyon szépen köszönöm a torontálvásárhelyi közönségnek a bizalmat és a sok-sok szeretetet. Mert amikor kilépek a színpadra, akár vivéről van szó, akár egy nótaestről, és meglátom az arcukon a mosolyt, azt a szeretetet, mindjárt én is vidámabban, jobb kedvel és tényleg nyitottabb szívvel tudok énekelni. Egy igazi kihívás az, hogy egy autentikus cigányzenekarral, nem modern zenével,
hanem értékekkel értéket átadni, egyben szórakoztatni is az embereket. De ez egy kimondhatatlan nagy élmény. A Víve Fesztivál fellépői Kotroba Júlia, Szúnyog Tibor, Cára Aranka, Lapcsevics Jovica, Guzsvány Izabella, Morvai Melinda, Szabó Dékány Zsófia. A nézőközönséget a fesztivál alkalmi zenekara kísérte Kurunci Andor Prémás vezetésével. A 28. Víve Fesztivál fővédnökei a Betlen Gábor, ZRT, a Magyar Nemzeti Tanács, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi, Nemzeti Közösségi Titkárság és az Antalfalvi Önkormányzat.
Jelentős kiadást jelent egy külföldön szerzett középiskolai vagy egyetemi diploma honosítása Szerbiában. Akár a 25 ezer dinárt is meghaladhatják a költségek, hiszen a honosítási eljárás díja mellett a hivatalos fordítást és a közjegyzői díjat is ki kell fizetni. Ezt a terhet veszi le a diplomások válláról a Magyar Nemzeti Tanács. Az oklevelek és tudományos fokozatok elismerési költségeinek részbeni vagy teljes megtérítésére ezúttal összesen 49-en jelentkeztek. Fizetni kellett ugye a fordítást, és maga ezt az illetéket, amit ugye be kellett fizetni, hogy jelentkezni lehessen, és az egészet visszatérítették nekem, és igazából ez így nagyon jól jött, mert így úgymond a munkakönyvembe is be tudtam vezetni, hogy egyetemi végzettségű vagyok, ebből a szempontból azért jobb pozíciót is tudok betölteni a cégben. Mekkora költséget jelentett egyébként a honosítás? 23 ezer dinár volt. A Horgosi Vanger Kornélia Szegeden tanult szociálpolitikából szerzett mesterdiplomát, ezt honosította a közelmúltban. Nagy segítséget jelent számára az MNT támogatása. Ez nagy segítség, mert mindig jó, hogyha ugye visszakapjuk azt, amit belefektettünk, úgyhogy én örömmel veszem ezt a pályázatot, és nagyon örülök, hogy van, aki támogatja azt, hogy itt vagyunk, hogy itt dolgozunk, és hogy visszajövünk oda, ahol születtünk. Hétfőn a nyertes pályázókkal írták alá költségek visszatérítéséről szóló szerződéseket. Középiskolai, egyetemi és egy doktori képzésen szerzett diplomát is honosítottak, ennek a pályázati körnek köszönhetően. Ebben a pályázati körben 49 kérelem érkezett a diploma honosítási költségek visszatérítésére, és mind a 49-en sikeresen el is nyerték ezt a pályázati összeget. Ebből 5-en középiskolai szintű oklevelet honosítottak, a többiek pedig felsőoktatási intézményben szerzett oklevel honosítási költségeit térítjük vissza. Varjú Potrebi Tatjana kiemelte, itt nem ért véget a program, hiszen szeptember végén egy újabb pályázati kör kiírása várható. Augusztus utolsó péntekén rendezték meg Torontálvásárhelyen a híres debellácsi nagyvásárt. A vásári hangulatot idézzük fel a következő perceinkben. A Torontálvásárhelyi augusztusi vásárt minden év Nagyboldogasszony havának utolsó péntekén rendezik meg. Az idei augusztus 30-ai vására szervezők, vásárlók, eladók nagy részének elmondása szerint gyengébb volt, mint a tavalyi augusztusi vásár. Többen azon a véleményen voltak, hogy a hagyományos vásárokra, az internetes felületek és webáruházak, valamint most a mezőgazdasági munkálatok is negatív hatással voltak. Oleg Tatár Katalin is rendszeresen kilátogat a vásárra. Tehát itt vagyunk az augusztusi hagyományos vásárban. Elmondható, hogy nagy vásárban, vagy most nem? Hát mostan nincs olyan nagy vásár. És nincsen mindenféle, ami azelőtt volt, és ami meg van, az nagyon drága, tényleg létezhetetlen árak vannak, mert... A drágábbak, mint az üzletek? Drágábbak, igen, drágábbak. Van házi füstölt, kolbász, szalonna, sonka, csontos, minden. Meg egy kis paprika mellé, azt így. És ilyenkor a nyári napokban is kellendő? Kellendő, persze, hogy... Ösznek mindig a népek. Télen, nyáron. És nem hiába mondják manapság az orvosok is, hogy a szalonna igenis egészséges és ajánlják. Igen, igen. Jó is, meg van pláne a fehér szalonna, most éppen már az is elkelt minden, úgyhogy hát jó, kellendő. Az év utolsó vására november első péntekén lesz megtartva. A vidékünkről mai adása ezzel véget ért. A legújabb műsorunkkal pedig egy hét múlva jelentkezünk ugyanitt, ugyanebben az időben. A vidékünkről ismétlését még megtekinthetik holnap 12 óra 15 perckor, valamint vasárnap reggel 7:30-tól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estet és kellemes, tartalmas, szép hétvégét kívánok minden kedves hallgatónknak és nézőnknek.